Több mint egy év után hétfőn újra megnyílik a Gotthard bázis alagút a Svájc és Olaszország közötti vasúti összekötetés. Az alagutat tavaly augusztus 10-én zárták le, mert keréktörés miatt kisiklott egy svájci tehervonat, amely a nyugati és a keleti alagutakat elválasztó kapunak csapódott, súlyos károkat okozva ezzel. A balesetet egy kocsikerék hajszál repedései okozták. A svájci szövetségi vasutak infrastruktúra rendszerekért felelős vezetője most arról számolt be, hogy a helyreállítási műveletek során számos problémával kellett szembenézniük. Csak a vonat eltávolítása és a baleset helyszínének megtisztítása is néhány hétbe telt. Ezután minden anyagot be kellett vinni az alagútba, amelyben 40 fokos hőmérséklet volt. Óvintézkedéseket kellett tenni a dolgozók védelme érdekében, mondta a szakember. A vasúttársaság tavaly 135 millió euróra becsülte a helyreállítási költségeket. Múlt héten viszont közölte, hogy azok végül 159 millió euróra rúgtak. A többi évtizedes tervezés után közel 17 év alatt megépült. 2016-ban átadott Gotthard bázis alagút 57 kilométer hosszon húzódik a svájci Alpok alatt, amivel a világ leghosszabb vasúti alagútja. Elkészülte óta Zürichből Milánóba 2 óra 40 perc alatt lehet eljutni.